Tehermentesítés. Kisvárda teljes belterülete mentesül az átmenő teherforgalom okozta ártalmaktól egy új útszakasznak köszönhetően. Idős gondozás. 87 millió forintból épült új nappali ellátóintézmény időseknek Sényűn. Felzárkóztatás. Nem csak a járási központ, hanem a környező települések lakosságának az életminőségét és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésének lehetőségét is javítani kívánják Baktalórád házán. Kisvárda teljes belterülete mentesül az átmenő teherforgalom okozta ártalmaktól egy új útszakasznak köszönhetően. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kisvárdán az északkeleti tehermentesítő út, a 3-as úti új körforgalom, valamint az északi bekötő út új csomópontja 1,4 milliárd forintból épült meg. Az útszakasz nem csak a baleseti kockázatot csökkenti, de a térségen áthaladó nagyfokú teherforgalmat is jelentősen gyorsítja. A Kisvárda északkeleti tehermentesítő út 1 kilométer hosszan új nyomvonalon, kétszer egy sávban, 7 méter széles burkolattal és 10 méteres korona szélessége, közel 780 millió forintból épült meg. Egy nagyszabású projekt keretein belül emellett a 3-as úti új körforgalom és az északi bekötő út új csomópontja is elkészült összesen 680 millió forintból. Az előbbihez új gyalogos átkelőhelyek és járdák, valamint a csomópont környezetének teljes rendezése is hozzátartozott. Az utóbbi Mátyás Király utcai beruházás a kétszer egy forgalmi sáv és kanyarodó sávok, az új kerékpárút és járda, valamint a megújult közművek és az új közvilágítás kiépítésével vált teljessé. A kivitelezési munkákat 2018 márciusában kezdtük meg, és most októberben fejeztük be. Maga az északkeleti elkerülő útszakasz 1 kilométer hosszú, ezen építettünk 3 új körforgalmú csomópontot, illetve a 3-as úton kialakítottunk szintén egy új körforgalmú csomópontot. Továbbá még a Mátyás Király utcán a fejlesztési terület megközelítésére építettünk egy járműosztályozós csomópontot. A projektek kivitelezési összege összesen mintegy 1,4 milliárd forint volt. Kisvárda régóta aktív szerepet tölt be a környék gazdaságát tekintve, azonban a város régi kialakítású, szűk és kanyargós utcákkal rendelkezik, amelyek megnehezítik a kamionok és a teherautók forgalmát, ezzel együtt az ott lakók életét is. Valójában egy álom valósult meg, Kisvárda körül egy teljes körgyűrű épült meg, azt adtuk most át a befejező szakaszát, az északi részét. Ezáltal a város, ami szűk keresztmetszet utakkal rendelkezik, teljes egészében tehermentesítő lesz a forgalom. Átadtunk egy új körforgalmat, ami egy Kisvárdának a legveszélyesebb körforgalma volt. És a másik amellett, hogy a biztonságosabb, nyugatabb közlekedést teszi lehetővé, én másik lehetőséget látok benne még, ami egy óriási gazdasági potenciált jelent a városnak, hogy ide logisztikai cégek, újabb gyárak települhetnek be, és ezáltal a munkahelyteremtést meg tudjuk valósítani. A tehermentesítő út létrejöttével Kisvárda teljes belterülete mentesül az átmenő teherforgalom okozta ártalmaktól. A teherforgalom pedig gyorsabban és végig külterületen haladva érheti el a 4-es számú főutat. Azt gondolom, hogy aki Kisvárda és környékén él, de nem csak a kisvárdaiaknak, hanem a környékbeli településeknek ez egy nagyon-nagyon fontos fejlesztés átadása ma, hiszen ha rápillantunk a térképre, akkor látjuk, hogy ezzel nem csak a kisvárdai tehermentesítést oldottuk meg, hanem ezzel a csomóponttal megépült az első összeköttetési lehetőség a majdani M34-esnek a bekötésére, hiszen a Kisvárdáról jövők leggyorsabban és legrövidebben van innen fogják tudni elérni az M34-est. Tehát ez fontos a város szempontjából, fontos a környébeli települések szempontjából, nagyon fontos a várható ipari fejlesztésünk szempontjából, hiszen ezzel sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet majd elérnünk a gyorsforgalmi utakat. A városnak ezek a fejlesztések nem csak gazdaságilag jelentősek. A 3-as úti körforgalom a környezet felújításával a város kapuja lett, ami turisztikai szempontból is fontos mérföldkő. 87 millió forintból épült új nappali ellátóintézmény időseknek Sényűn. A csütörtökön átadott épülettel azt szeretnék elérni, hogy méltó körülmények között tudjanak gondoskodni a községben és a környező településeken élő, szociálisan rászoruló emberekről. A 24 helyiséges épületkomplexum azon túl, hogy az étkeztetéshez is megfelelő teret biztosít, szociális szolgáltatásokat nyújt, és itt kap helyet a házi segítségnyújtás is.
Az elmúlt 20 évben folyamatos, nagy léptékű fejlődésen ment keresztül Sényő községe. Ennek egyik újabb mérföldkövéhez érkeztek az idősek nappali ellátójának megépítésével. A 87 millió forintos beruházás idén áprilisban kezdődött, október 31-én megtörtént a műszaki átadás, most pedig ténylegesen birtokba vehették a sényői idősek. Őket eddig a szociális alapellátáshoz tartozó épületek tudták fogadni. Valamennyi épület, ami eddig ide tartozott a Szociális Szolgáltató Központhoz, az mind régi épületnek a felújítása volt. Ez viszont egy zöldmezős beruházás a top pályázaton belül, és itt már minden olyan dolog, ami kellett, vagy kell a napköziseknek, akik napközben jönnek ide, minden biztosított számukra, úgy a pihenőhely, úgy az étkezési hely, úgy a vizes blokkok, tehát minden 21. század. A kisebb helységek kényelmes bútorokkal állnak az idősek rendelkezésére, ha pihenni szeretnének, míg egy tágas terem a közösségi élethez és a különböző programok megvalósításához biztosít helyszínt. Ezt a fejlesztést a helyiek igényei szerint valósították meg. Dugjuk össze a fejünket és a tudásunkat a települések, hogy hogyan lehet egy rendelkezésre álló forrást optimálisan elkölteni. Ez azért van értelme ezeknek az egyeztetéseknek, mert beszélgetéseknek, mert például nincs értelme ipari parkot építeni Sényőn, mert annak lehet, hogy nincsen annyi hozadéka, mint itt a település polgármestere, képviselőtestület tagok és maga a település polgárai által igényelt egyéb beruházásoknak. És hál' Istennek, amit a polgármester úrék megálmodtak, azt egy sikeres pályázattal be tudtak nyújtani, és eredményes pályázatot tudtak elérni. Egy felmérés szerint a magyar nyugdíjasoknak a közösségi élet hiányzik a legjobban. A sényői idősek számára ez a modern 21. századi épület kiváló lehetőséget biztosít majd a következő években a számukra érdekes programok megvalósításához. A társadalmi felzárkózást, a területi különbségek csökkentését, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés kívánja előmozdítani egy Bakta Lóránd házán indult új program. A projektben nem csak a járási központ, hanem a környező települések lakosságának az életminőségét és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésének a lehetőségét is javítani kívánják. Ez különböző képzésekkel és közösségi rendezvényekkel segítik majd. Szociális és közművelődési OK és képzésekhez ösztöndíjprogram, álláskeresőknek kompetenciamérés, egyéni fejlesztési terv és álláskereső tanácsadás. Többek között ezeket a lehetőségeket is tartalmazza az a program, mely Bakta Lóránd házán indult. A társadalmi felzárkóztatást is támogató projekt azonban nem csupán a járási központ lakosait segíti, hanem a környező településeken élőket is. Bakta Lóránd házán kívül még 4 konzorciumi partnerünk van, Ramocsaháza, Nyírjákó, Rohod és Ófértó települések. Természetesen a járásközpont település alkotja a gesztori, vagy látja a gesztori feladatokat. 250 millió forintos ez a pályázati megvalósítás. 30 hónap alatt kell lebonyolítani a pályázatot, és hogy a nevében is benne van, elsősorban a humán szolgáltatások fejlesztésére épül a projekt. Közösségi programok révén a hátrányos helyzetű lakosság egészségtudatos életvitelét és a társadalomba való beilleszkedését is segíteni szeretnék. Ez lehet olyan, hogy képzésen, átképzésen fog részt venni családlátogatáson, kiajánljuk neki azt a meglévő szociális szolgáltatást, nagyon egy kicsit megtanítjuk a lehetőségekkel élni, illetve új lehetőséget is szünk be. Maga közösségi szó is azt jelenti, hogyha egy ilyen hátrányos helyzetű rétegben felnővő fiatal vagy fiatal felnőtt bekerül, az ott elhangzott minták, az ott elhangzott jó dolgok mintát adhatnak neki a saját életének megváltoztatására. A programban az elhelyezkedési lehetőségek növelése és az életminőség javítása révén a vidék népesség megtartó erejét és a kultúrák közötti párbeszéd lehetőségét is erősíteni kívánják. Kínai felsőoktatási intézménnyel írt alá együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Egyetem. A Tianjini Egyetemmel kötött megállapodás a Nyíregyházi Egyetem nemzetközi kapcsolatainak és a hallgatók tanulási lehetőségeinek a bővítését is szolgálja. Utóbbi révén csereprogramok is megvalósulhatnak majd a két oktatási intézmény között. 2 éve alapítottak a kínai Tianjin Egyetemén magyar tanszéket az európai nyelvek és kultúrák karán.
A KAR-tól nemrégiben meghívást kapott a Nyíregyházi Egyetem, melyről november közepén 5 tagú küldöttség látogatott a kínai felsőoktatási intézménybe. A Tiencsini Idegen Nyelvi Egyetem, amely Kínában található és Pekingtől körülbelül 130 kilométerre található, Tiencsin városában értelemszerűen, megkereste Magyarországot, a Magyar Rektori Konferenciát, hogy ajánlja ki itt a felsőoktatási intézményeknek, hogy melyik egyetemmel tudnának kapcsolatba lépni. A mi egyetemünk élt ezzel a lehetőséggel, egyrészt azért, mert nálunk is cél a nemzetköziesítés, ami azt jelenti, hogy próbálunk minél több idegen egyetemről, külföldi egyetemről pontosabban idehívni hallgatókat, itt kurzusokat ajánlani nekik, egyáltalán itt folytassák a tanulmányaikat. A Tiencsini Egyetemen a magyar szakon 2 évfolyamon összesen 19-en tanulnak jelenleg. Nekik a nyíregyházi küldöttség tagjai a magyar zenekultúráról és a magyar nyelv jellemzőiről tartottak előadásokat. Emellett pedig szakmai egyeztetéseket folytattak a kínai egyetem vezetésével, melynek eredményeképpen együttműködési megállapodást írtak alá a két intézmény képviselői. A cél, amit a szerződés megkötésekor a rektor úr is megfogalmazott, ez egy külön ceremónia volt, hogy a magyar szakos hallgatók anyanyelvi környezetben tanulhassák a magyar nyelvet, és bízunk abban, hogy minden lehetőség megteremtődik arra, hogy a mostani másodévesek már harmadévesként itt legalábbis egy szemesztert vagy két szemesztert itt tölthessenek. Mi tudunk nekik, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet tud nekik biztosítani kurzusokat, egyrészt a magyar szakosok órájára beülhetnek, de a magyar, mint idegen nyelvet egyébként is tanítjuk a jelenleg itt tartózkodó török hallgatóknak, tehát egy picikét a nyelvük, egy kicsit alapfokon is tudjuk még tovább tanítani nekik a magyar nyelvet. A nyelvi képzéseken túl azonban a kulturális kapcsolatok ápolása, egymás kultúrájának a mélyebb megismerése is fontos szerepet tölt be a megállapodásban. Ennek érdekében több, akár közös rendezvényt is terveznek a két egyetem vezetői. December 9-től megszüntetni a Fidesz a vonatközlekedést a Nyíregyháza Nyírbátor és a Máté-Szalka Csenger vonalon, hangzott el az MSZP nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Legény Zsolt elmondta, ez 2009-ben is felmerült az MSZP kormány idején, akkor azonban a megyei lobbierőnek köszönhetően a tervezet nem valósult meg. A számítások szerint a megszüntetéssel 40 milliót tudna spórolni a kormány. Az MSZP megyei alelnöke szerint ezeket az útvonalakat inkább fejleszteni kellene, de semmiképpen sem megszüntetni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormánypárti országgyűlési képviselőknek igen komoly lobbierejük és lobby érdekük is fűződne ahhoz, hogy ezt a megszüntetést megakadályozzák. Mind a Nyíregyháza Nyírbátor, mind a Máté-Szalka Csenger vonalon elég sokan közlekednek, akár a munkába járáshoz, akár az iskolába járáshoz veszik ezt igénybe, és azt gondolom, hogy a fideszes országgyűlési képviselők, akik ugye jelenleg kormányon vannak, ha összefognának, akkor a megye érdekében meg tudnák ezt akadályozni. Rangadót játszik a hétvégén Budapesten a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjának 5. helyén álló Kék Cápák a 2. helyezett Mavc otthonában lépnek pályára. A mérkőzés szombaton 17 óra 30 perckor kezdődik a Gabányi sportcsarnokban. 9 forduló telt el a bajnokságból, és most már kezdenek tisztázódni az erőviszonyok az NB1B piros csoportjában. Ahogyan azt a szakemberek várták, a Veszprém, a Mavc és az Oroszlán is ott van az élmezőnyben, majd a Nyíregyháza a Blue Sharks következik. A Kék Cápák 2 vereségüket Oroszlányban, illetve Budafokon szenvedték el, utóbbi különösen fájó a nyíregyháziak számára. A Mavc elleni rangadó előtt 2 hete volt a szakmai stábnak arra, hogy felkészítse a csapatot a budapesti mérkőzésre. Igaz, több tényező is hátráltatta Siska Jánosik munkáját. Igazából nem tudtunk normálisan készülni. Múlt héten a sérülteket ápoltuk, illetve voltak betegségek is. Aztán a hétvégén a vágott játékosaink elmentek Székesfehérvárra, úgyhogy mától tudunk rendes munkát végezni. De bízom benne, hogy jó formában leszünk, és jól fogunk játszani szombaton. Az utóbbi meccseken nagyon ponterősen játszó Cura Attila abban bízik, hogy a szezon 2. rangadóján sikeresen szerepel majd a nyíregyházi együttes. Az első meccsünk azért az Oroszlány ellen ugyebár nehéz volt, egy jó csapat, és az első meccsek között volt ugyebár.
Most a MAFC ellen én úgy érzem, hogy azért jobb formában vagyunk, már a csapat is nagyjából összeállt, úgyhogy mindenféleképp bizonyítanunk kell, hogy komoly csapatok ellen is tudunk fontos győzelmet aratni, és alapjából egy jó mérkőzés lesz, hiszen a tavalyi csapattársunk Nagy Krisztián is ott játszik. Sitko Ernő a Kék Cápák szakmai igazgatója játékosként és edzőként is több emlékezetes meccset vívott a műegyetemistákkal. Rég múltra tekint vissza az a küzdelem, amit a két csapat már folytatott egymással. Több-kevesebb sikerrel egyik-másik oldalról. Szerintem mind a ketten úgy emlékszünk, vagy mind a két csapat úgy emlékszik vissza, hogy örültünk azoknak a mérkőzéseknek, amikor egymás ellen játszhattunk. Néha a Nyíregyháza, néha a MAFC került ki ebből győztesen. Remélem, hogy most mi leszünk azok a csapat, vagy azok a játékosok, akik örömmel hagyják el a pályát. A MAFC Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 17 óra 30-kor kezdődik a Gaványi Sportcsarnokban. A 10. forduló további párosítása a következő: Oroszlány MTK Török Bálint, Budafok MEAFC Miskolc, Békés Nagykőrös, Vasas Akadémia BKG Prímaese és PVSK Bonyhád. 30 csapat részvételével a héten elrajtolt az U17-es és az U20-as Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futszál bajnokság. A csapatok 14 mérkőzés játszanak majd a március közepéig tartó szezonban. Második alkalommal írta ki az MLS megyei igazgatósága az utánpótlás futszálbajnokságokat. Az elmúlt évhez képest nőtt az induló csapatok száma, sőt a Cigándiak a megyehatáron túlról neveztek a sorozatba. Újdonság még, hogy most már 2x20 perc tiszta játékidővel rendezik a mérkőzéseket. Tavaly ugye az első alkalommal rendeztük meg ennek a két korosztálynak a téli holt szezonban ezt a bajnokságot, pont azért, hogy az U16-os és az U19-es nagypályás játékosoknak télen is legyen tétmérkőzésük. Ez egyrészt játékban vannak, másrészt azért tudjuk, hogy a futszál technikát is fejleszt, illetve kombinatív játékot. Tavaly 10 és 12 csapat, tehát összesen a két korosztályban 22 egyesület nevezett, idén viszont ennél több, hiszen mind a két korosztályban 15 egyesület adta be a nevezését, ez pedig azt jelenti, hogy mind a két korosztályban a csapatok 14 mérkőzésük lesz, ugye most november végén kezdünk, és egészen március közepéig fog tartani a pontvadászat, fognak tartani a pontvadászatok, úgyhogy bízunk benne, hogy teljesen kitöltik ezt a téli holt időt. A nagypályás fociban holt szezonnak számító időszakban az igazgatóság szakmai továbbképzésre várja megyei első osztályú együttesek képviselőit. 2019-2020-as bajnokságra a megyei első osztályú amatőr licenszhez kötelező az, hogy a megyei első osztályú csapatok rendelkezzenek legalább egy olyan sportemberrel, aki elvégzi az MLS által kiírt amatőr sportszervezői tanfolyamot. Tehát ez azt jelenti, hogy amelyik egyesületnél nincs ilyen ember alkalmazásban, aki ezt a tanfolyamot elvégezte, ő nem adhat be megye egyes licenszet, tehát ő nem lehet megye egyes csapat a következő évben. És éppen ezért ugye az igazgatóság is indít ilyen tanfolyamot, ez pedig december 1-én rajtól, három alkalom, ugye 24 órás tanfolyam, december 1-én, december 6-án és december 7-én lesznek a tanfolyami napok Baktól Órántházán, a vizsga pedig majd ezt követően következik, egy két órás vizsga, és ide mindenféleképpen várjuk a megyei első osztályba készülő csapatok technikai vezetőit. Ez az anyag ugye az MLS által van összerakva, és elsősorban olyan anyagot tartalmaz, ami ugye nekik fontos a mindennapi munkájukhoz, mind az átigazolási szabályzatokkal, a fegyelmivel, a versenybizottsági szabályzatokkal, játékvezetői szabályzatokkal, az MLS felépítésével, a megyei igazgatóság felépítésével, illetve az IFA rendszernek a kezelésével kapcsolatos tananyagot tartalmaz. Mindenféleképpen hasznos, és hát ahogy említettem, a megyei egyes csapatoknak pedig kötelező is, hogy a sportszakembert nevezzenek be erre a tanfolyamra. Kvaka Árpád még elmondta, hogy januárban játékvezetői tanfolyamot indít az igazgatóság, arra is várják a jelentkezőket. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Kisvárda teljes belterülete mentesül az átmenő teherforgalom okozta ártalmaktól egy új útszakasznak köszönhetően. A településen az északkeleti tehermentesítő út, a 3-as úti új körforgalom, valamint az északi bekötő út új csomópontja 1,4 milliárd forintból épült meg. Az útszakasz nem csak a baleseti kockázatot csökkenti, de a térségen áthaladó nagyfokú teherforgalmat is jelentősen gyorsítja. 87 millió forintból épült új nappali ellátóintézmény időseknek Sényűn. A csütörtökön átadott épülettel azt szeretnék elérni, hogy méltó körülmények között tudjanak gondoskodni a községben és a környező településeken élő, szociálisan rászoruló emberekről. A 24 helyiséges épületkomplexum azon túl, hogy az étkeztetéshez is megfelelő teret biztosít, szociális szolgáltatásokat nyújt, és itt kap helyet a házi segítségnyújtás is.
a társadalmi felzárkózást, a területi különbségek csökkentését, valamint a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés kívánja előre mozdítani egy Baktalóránd-házán indult új program. A projektben nem csak a járási központ, hanem a környező települések lakosságának az életminőségét és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésének a lehetőségét is javítani kívánják. Ez különböző képzésekkel és közösségi rendezvényekkel segítik majd. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták november 23-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Holnap is borongós időre számíthatunk. Szombat estig meleg front alakítja a Kárpát-medence időjárását. Kezdetben alacsonyabb, majd nagyobb nedvességtartalmú, néhány fokkal melegebb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég, párás marad a levegő, köd is képződhet, melyből akár szitálás is előfordulhat. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. A reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is borult marad az ég. A köd fokozatosan megszűnik, de továbbra is párás marad a levegő. Gyenge eső is várható. A déli szél helyenként megélénkül. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Vasárnap átmeneti szünet után egyre több felé elered az eső. Hétfőn az eső mellett estétől már havas eső, hó is hullhat, és kedden is több helyen várható vegyes halmazállapotú csapadék. Szerdától szárazabb időre van kilátás, de egyre hidegebb levegő árasztja el a térségünket, a hét közepétől éjszaka fagyni fog, a havas tájakon akár -8-9 fokot is mérhetnek, és helyenként napközben sem emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet.